Szalagátvágással adták át az új Baromfi tartótelepet szombaton, Kisizsákon. A beruházás során kiépült 3 darab nevelő istálló, a hozzájuk tartozó kiszolgáló és szociális épületekkel, a telepen belüli úthálózattal, valamint egy automatizált etető-itató fűtés és hűtés technológiával. A 3 darab istálló befogadó képessége összességében 70 ezer darab. A működés során a telep éves kapacitása 420 ezer darab baromfi lesz. A madárinfluenza járvány elkerülése érdekében a működés során a telepre való behajtáskor kötelező kerékfertőtlenítő kerékmosón kell áthaladnia minden járműnek. Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár az átadón azt mondta, a magyar gazdaság az egyik legszínesebb, legsokrétűbb agrárium Európában, amelyhez ma közel 500 000 ember kapcsolódik, akik friss és biztonságos élelmiszert állítanak elő. Itthon várunk egy 5%-os termelés növekedést. Azért, mert el tudjuk adni. Azért, mert el tudjuk adni a baromfist, mert jó szakembereink vannak, jó a genetikai potenciálunk, jó a fajta szerkezetünk, jó a takarmányozási hátterünk, minden adott ahhoz, hogy nagyon jó minőséget tudjunk előállítani, és az a nagyon jól működő integráció, ami ebben a szektorban van, az lényegében piacilag is ezt az egészet elősegíti. A kormány ebben a ciklusban eddig több mint 730 milliárd forintot ítélt meg az ország vállalkozásainak beruházásaira. Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke a rendezvényen azt mondta, az elkövetkező 10 esztendőben 51 ezer milliárdot fog az ország fejlesztésre költeni. Nem mindegy, hogy ki fog ezzel az összeggel gazdálkodni. Minden ilyen vállalkozás számíthat arra a jövőben is, hogy a részletekben lévő kisördököket kiűzi, hogyha kell, és odaáll akár most a hitelgarancia ma bejelentett döntésekkel, amely úgy gondolom sokak számára egy megnyugvást fog jelenteni ebben a nehéz madárinfluenzát követő időszak sodrában. Lezsák Sándor azt is hozzátette, hogy Izsák fejlődési pályára került. Ez a vállalkozás pedig nem csak egészséges élelmiszert ad, hanem munkahelyet teremt, és a város büdzséjét is növelni fogja.